Második rész. Hetedik fejezet. A poézis. Szarkák, ti csacsogó kedves jószágok, röpüljetek ma a Zöldfa utca egy házára, ahol a rózerék laknak. Láttatok már valaha kéményt olyan vidáman füstölögni? Láttatok már embert olyan kevényen lépegetni haza a templomból, mint Rózer urat? Meg-megáll, útközben nyájasan beszélget egy-egy ismerősével, de nem sokáig, csak egy vagy két percig, ameddig elmondhatja, de jaj, sietnem kell haza, mert gróf Zrínyi Miklóst várom ebédre. És már a hét elején kezdődött a nagy boldogsága az övé meg a Rózer mamájé. Összekombinálni az ebédet, skampikat rendelni fiuméból, kaviárt orsováról, sajtot fogarasról, fehér cipót Rimaszombatról, szőlőt Velencéből. Aztán volt egy nagy gurmán ismerőse, egy bon vivant porosz hercegnek az ex-segédtisztje, egy nyugalmazott vén féreg, aki mindent megkóstolt, ami jó van a világon. Őt is fölhajkorázta Rózer úr valahol a Nagymező utcában, és az italneműek iránt tudakozódott, kérdezvén őt kerülgető úton, hogy mit tart a legurassabb italnak. Az igen relatív dolog, mondá a szájával csettentgetve lovag Schmidt. Atyám néhai lovag Ulrich Schmidt egy csésze teát készített egy nap Suezben barátjának, Sir Ralph Embercambrének, aki az angol sereget vezette a franciák Egyiptomból való kiszorítására. Atyám leleményes fickó volt, Rózer úr. A csésze teához a Gangesból, a Temzéből és Nílusból szerzett egy-egy kis vizet az onnan jött és ott horgonyzó hajókról, és ezek közé ausztráliai kókuszdiót és amerikai nádmézet kevert, úgyhogy mind az öt világ rész képviselve volt a csészében. Biztosítom önt, uram, hogy a tea nem volt jobb bármely más teánál, de Sir Abercrombie bizonyára nagy élvezettel szürcsölte azt. Még sok csodálatos italról és folyadékról emlékezett meg Schmidt kapitány, míg végre megállapodtak a Pomerissekben, a Rothschild Mutonban és a Seblájban. Na, egy kis tokai persze szinte nem árt. De bármennyit fáradt is Rózer úr és Rózeriné asszony, mindent bőven kárpótolt azon perc édessége, midőn végre Zsorzs belépett a szalomba, és az összegyűlt vendégek nagy meglepetésére, mert Rózerék az effektus nagyságára dolgozván csak éppen ezeknek nem árulták el a nagy titkot, jelenté méltóság teljes ünnepélyességgel, gróf Zrínyi Miklós és Juranics Lőrinc urak. Ah, röppent el minden ajkom. A szép bobor ezredesnél halkan felsikoltott. Forró és piros lett a képe, mint a láng. Rózer mama ilyetten kapott a frizurájához, s mint valamikor hajadon korában megnyálazván ujjait, azokkal egyengeté símára. Zsorzs egy igen szigorú pillantást vetett rá. Rózer kirohant a vendégek elejébe, mint egy kis bolond. A szegény kis Anna pedig, akire senki se figyelt, olyan fehér lett, mint a fal. Isten hozta, ó, Isten hozta! Maga az ezredes is glédába állott, mintha egy Feldzeigmeister beléptét várná. Tehát hiszen éppen az volt az Zrínyi egyéniségének varázsa, a belépett valahova, hogy úgy tűnt fel, mintha mindig ott lett volna. Rokonszenves volt, szinte ennivaló, könnyed, fiatalos mozdulatokkal. Olyan egyszerű, és mégis látszott rajta a nagyúr, az oligarcha. Na hát, eljöttem, mondá kordiálisan nevetve, és a Rózer úr kezét megrázva még odakün, és ha jó lesz az ebéd, akkor megcsináljuk a szerződést a házra.
Rózer úr arca sugárzott. Hó, ne is tessék említeni, ne is tessék. Kinevetnének, ha megtudnák. Ó, nagy szerencse, hát hiszen majd megegyezünk, minden esetre megegyezünk, csak ne tessék említeni. Olyan zavarban volt, nemhogy a vendégeit ereszteni elől, maga futott be előre, mint egy uszkár, és nagy szemöldeit jelentőség teljesen mozgatva hangosan kiáltál lányoknak, ugyanis ott volt a szartori pár két kisasszonya is. Na jön ám, egy szép fiatal ember! Már ott is volt a szép fiatal ember, Juranics, és maga is hallotta a Rózer úr felkiáltását. Zrínyi a házi asszonynak mondott néhány udvarias szót. A szegény teremtés nem tudta, mit tegyen, keresztül kasul futkosott a székek közt, hogy melyik a legszebb, nota bene egyforma sárga selyem székek voltak a szalomban. Aztán felkapván egyet fölemelte és megfújta a kentőjével, lecsapkodta róla a port, pedig nem is volt poros, és úgy vitte Zrínyinek, hogy üléssel kínálja. Ennyi idő éppen elég volt, hogy Zrínyi és Juranics megismerkedjenek mindenkivel. Bobor ezredessel is. Zrínyi melegen rázta meg a kezét, ő is eltanult már egy-két újkori frázist, fölvett egy kis mászt. Sok szépet hallottam vitézi tetteiről, szólt nyájasan. Mire a goromba öreg ezredes boldogan pirult el, és meghajtván fején nagy nehezen mondta, én is az önéiről. De a bámulat fogta el látván, hogy Zrínyi Miklós egyenesen a feleségéhez tart, és mint régi ismerősök kezdenek társalogni. Marti Zomatta, hogy lehet ez? A zöldszemű szörny kombinálásra ösztökélte. Nem-e valami fiatalkori ismerettség? Hiszen Zrínyi 300 év előtt élt, Mariska pedig csak 34 éves. De mégis ismerik egymást. Ez tény, ez látnivaló. Megfoghatatlan valami. Iparkodott is legott a közelükbe férni, hogy miről beszélnek, mert eddig csak egy pár szó ütötte meg a fülét messziről. Mi meglepetés? Hogy jut ide? Kérde a szép ezredesné, és szeme arca szikrázott, még a rőt haja is szikrákat látszott hányni. Mert most már én vesztettem el valamit, felelte Zrínyi kedélyesen. No, ugyan mit? És az asszony negédesen vetette hátra fejét. Találja ki? Miért nem mondja inkább, hogy találja meg? És hamisan lesütötte a szemeit. Hiszen mondanám én, nevetett Zrínyi, de hiszen találnám én, nevetett vissza a szép asszony, de csak ez a sok dene volna, ezek az utonálló zsiványok, akik akadályoznak, kifosztanak. Az enyém nem zsivány, incselkedett az ezredesné, a narancsszín kesztyűivel legyezgetve magát kacéran. Az enyém csak egy kövér kanonok, aki azzal rémítget, hogy nagyon le kellene hajolni. Az ördög vigye azt a kanonokat, rám nézve ő tisztelendősége mégiscsak utonálló. Különös párbeszéd volt, senki sem értette a magját, de mégis azt a benyomást tette, mint két damaszkuszi kartpenge, amelyik a másiktól ad szikrát. Zrínyi elemében volt. Harun al-Rashidnak képzelte magát, aki Dzsofár vezérével kalandon van, Bagdad egyik külvárosában. Egyszerre megfordult, éppen mire odaért az ezredes, és észrevevén, hogy Juranics Lőrinc már ráakadt az ugligeti kisleányra, maga is odalépett Rózer Annához, és megcsipkedte arcát öreg bácsi módjára. Derék Juranicsom csak mindig megérzi, hol vár rá a legnagyobb veszedele. Anna arca lángba borult, lett fehér rózsából piros rózsa. Sokat búsult a fiú maga után. Anna lehunyta a szemeit, hosszú pillái, mint sejem rojtok rezegtek édes arcán. Ó, Istenem, kicsúfolnak. A holtak nem hazudnak, szép kis húgom. Aztán sorba vette a vendégeket, mindenkivel váltott néhány szót. Szartori Pálnak, aki már régi ismerőse, elmagyarázta, hogy a régi Pest hogyan nézett ki,
Az öreg Sartori, mint egy kovács műhelybeli fújtató, folyton sóhajtozottam a régi Pest után. Majd Vladával, a doktorral diskurált, és Schmidt kapitánnyal, aki szintén jelen volt. De mindez csak percekig tartott, mert George jelentette, hogy tálalva van, mire az ebédlőbe mentek a vendégek és helyet foglaltak. Az asztal főn az ezredesné ült, jobb felől mellette Zrinyi, bal felől a házi asszony, mellette Bobor ezredes, aztán vegyítve, tarkítva az elhalt Rózer gyerekek keresztmamái és a férfiak Schmidt kapitány, Sartori Pál és dr. Vlada. Migellemben Juranics, a házi kisasszony és az egyik Sartori leány a Zsófi közé került. Az ezredesné piciny lába mindjárt a leves után a Zrinyi lábára talált valahogy rátévedni, amely tévedés aztán egész a sajtig permanenciában maradt, és Szigetvár hősvédője igen örült, hogy ez a szokás még ki nem veszett. Csak nemrég is, egy évvel a szigetvári veszedelem előtt, ezzel a sejmasággal töltötte idejét egy nagy ebéden Pozsonyban, Salm grófnál a kanizsai orsolya lábacskájával. Vannak hát halhatatlan szokások. Az emberiség csak a magas régiókban, a felületen módosul, a napfénynél, ahol látják, de örökké változatlan marad, ahol nem látják, az asztal alatt. De még sok esemény vár ránk, nem időzhetünk bőven az ebéd leírásánál, amelyről sokat fognak pedig beszélni Sartoriék és az elhagyt gyerekek keresztszülői. Az tény, hogy minden jó volt. A menü tökéletes, a tálalás szédítő, gyors, akárcsak a királynál. Zrínyi hangulata egyre emelkedett, meg tudott az ott nyerni egy pár szóval minden ember, de különösen Bobor ezredest, akivel vizavé ülvén sokat diskurált. Milyen csatákban vett ön részt, ezredes? Ott voltam Szadovánál, uram. No, és mi lett önökkel? Megvertek. Meghátráltunk. Csodálom, hogy ilyesmi megtörténhetett, ha ön is ott volt. Bobor kevélyen pödörgette őszbajuszát. Teringettét, magam sem értem a dolgot, de hát egy ember csak egy ember, uram. Bobor ezredes az ebéd végén a kávénál kijelentette, hogy első Napóleon után Zrínyi Miklós tartja a legkülönbb embernek, és aki ezt kétségbe meri vonni, azt két egyenlő darabra vágja. És ezzel szétnézett vérbeborult szemekkel a társaságban, mint egy felbőszült oroszlán, mert ha bort kóstolt, rabiátus lett. A pompás borok különben mindenkire megtették hatásukat. Juranics régi magyar nótákat énekelt, melyek rendkívül tetszettek. Rózer Anna álmatagon hallgatta, hátradülve kissé egy fotelben, és nézte, egyre nézte ölébe eresztett jobb keze ujján a kis mélyedést, amit egy gyűrű viselése okozott. Egy kis zöld topáz gyűrű, ami most nincs ott, pedig még ott volt azelőtt. Nem álom-e, hogy nincs ott? Nézi, és nem álom. Megint csak nézi. Ó, mégse álom. Valaki megfogta a kezét az ebéd alatt, és a régi idők udvarlási módja szerint lehúzta nagyügyesen a szegény kis topáz gyűrűt. Mégiscsak nem szép attól a valakitől. Vlada doktor hasonlóan el volt ragadtatva a Juranics hangja által, és elfogván a sürgőforgó rózeréket, lelkesen szedte szavakba kitörő érzelmeit. Milyen koloritja van! Gyönyörű dolog! Szeretném tudni, hol lehet ilyesmit élvezni. Dalokat, amelyeken a dédapánk nagyapja érzelgett. Királyoknak való mulatság. Gratulálok az önök ebédjéhez, Rózer úr és asszonyság. Én már hercegeknél is ebédeltem, de az mind smarn. Rózeréket ugyan kár volt villanyozni, Dunába vizet csurgatni. Most se bírtak már a kevésségükkel, majdnem szétrepesztette őket. Doktor, sugdosta Rózerné, ennek a Juranicsnak
tetszik az Anna. Az én szemem nem csal, doktor, azért, hogy ostoba asszony vagyok. Ez az ember bomlik az Annánk után. És kiféle, miféle ez a Juranics? Vágott közbe Rózer úr. Nagy úr, horvát főnemes, bánok, főispánok véréből való. Várai voltak az őseinek, neki is, de most persze semmilyen nincs. Rózer önérzetesen ütögette a mellét. Van nekem! Csak még fokozta a Rózerék boldogságát, hogy odakünn az előszobában egy pár újságíró jelentkezett, akik részleteket óhajtottak tudni a mai ebédről, és kérték Rózer urat, hogy diktálja, mi mindent beszélt Zrínyi az ebédnél. Nem mondott-e valami anekdótát a régi világból, vagy valami kritikus megjegyzést a mai viszonyokról? Ó, Istenem, mondán Rózer úr, és a szeme villogott, mint két karbonkulus. Mennyit beszélt ő nálunk, de nem emlékszem, uraim, oly rossz memóriám van. Tele van növénynevekkel, tetszik tudni még patikus koromból, mert kicsiből vertem fel magam, és nem szégyellem elmondani. Ó, mennyit beszélt, de az átkozott növénynevek miatt semmi se fér már a fejembe, hanem a feleségem, az ott nagy talentum, az ilyenre. És ezzel kinyitván a szalonajtót bekiáltott, hogy mindenki hallja. Kriska! Kriska! Gyere ki, fiam! Itt vannak az újságírók! Írni akarnak a mai ebédünkről! Kriska asszony kitipegett, kitopogott, mint egy szaladó kacsa. Fekete főkötője lefityegő csipkei libegtek, lobogtak, csapkolódtak jobbra-balra. Na, ő aztán beszélt is annyit az újságíróknak, hogy 10 hasábot is tele lehetne vele írni. A szívükre kötvény 2-3-szor, ki ne felejtsék lelkem a befőttet. Nagyon tetszett neki a befőttem. Azt mondta a befőttemre, hogy az anyja házánál sem evett olyat, pedig az anyja bizonyos Karlovics Ilona 2 országban volt, azt mondja híres gazdasszony. E nagy örömmámorban csak egy bántotta Rózerékat, hogy az egész világnak meg nem mutathatják magukat. De hát, ha erről is lehetne segíteni. Ha például Vlada doktor egy kis sétakocsizást ajánlana a ligetben, egészségi okokból. Na, rá kell a doktor beszélni. Vlada kötélnek állt, és csak ugyan nyélbe ütötte a kocsikázás tervét, csak éppen Bobor ezredes ellenkezett, mondván, hogy egy kis postkaffánum, a kávé utáni borozgatás többet ér minden friss levegőnél az egészségre. A ravasz doktor ezen is segített. Tudja mit, ezredesem? Üljünk mi ketten egy kocsiba, én majd hozok a kabátom alatt egy palack pezsgőt, a zsebemben 2 poharat, és künn az Isten szabadege alatt valahol a zuglóban kacintunk egyet. Isten neki, ez már nem rossz ideja. Így nem forogván fönn többé semmi akadály, kocsikat hozattak, és egész karaván indult útnak. A családi batárban Rózer mama a leányával, az előülésen Juranics, a másik kocsiban Zrínyi Miklós az ezredes nével, a harmadikban Rózer úr keresztlányaival, a Szartori kisasszonyokkal, a negyedikben Vlada doktor az ezredessel. Az öreg Szartori és Schmidt kapitány otthon maradtak dominózni. Oly őrült kavargás, dübörgés, hömpölygés volt a ligetben, amilyen nyári vasárnap este szokott lenni. Az alkonyodónak széthittente utolsó fényét, mintha csurgatott arany lenne a fákra, a füvekre, és ott játszott, ugrált a nagy szökőkút víz kévéjében. Kimelegítette az ezredesné arcát, olyan színe lett, mint egy nagyon szép, érett baracké. Bekandikált a Rózerék batárjába, és az Annácska perkálszoknyáján a szélétől végig a térdén egy aranypántlikát feszített ki. Megcsiklandozta egy kicsit a karját, mely a piros ernyő alatt egy királygomba hófehér gyökének látszott. Ugyanegy időben felkereste a doktor Vlada fiákerjét is, és hamarosan megforralta hév sugaraival a pezsgőjüket, most már akár megijadja, s mint aki minden dolgát jól végezte, egyszerre lebukott, eltűnt,
mintha színházi sűjesztő volna alatta. Hűs szellő kezdett lengedezni, édes balzsam. Egy-két fordulás után a körönben Rózermama kiszállást vezényelt, és egy kis gyalogsétát ajánlott a fák között. Személyeink csak hamar elvegyültek párosával a néptömegben. Sok ember, sok ismeretlen ember, szinte magány. Egyedül bolyongtak Zrínyi és a szép ezredesné, Juranics és a kis Anna. Hogy mit beszéltek? Isten tudja. A levegőről is beszéltek. Egy-egy kakadu formájú női kalapot megbíráltak. Nézték az eget és az úszó felhőket, különösen a kis Anna nézte sokat. Valami a fák susogásából is beleszármazott a gondolataikba, meg az útszéli virággruppokból. Aztán eljutottak ahhoz az öreg sírhoz is, amely már nem is sír, hanem csak egy kő, egyetlen szomorú szóval, a fújittal. Vajon milyen ember volt az, aki ott fekszik? Már a nevét sem tudják. Pedig azt mondják, ő ajándékozta a ligetet a városnak. Minek? Ha most felkelne, egyetlen embert sem ismerne a világon. Né, nézze, csak egy parány lápa ég a sírján. Egy Szent János bogár, mosolygott Juranics, lehajolt és fölvette. Anna még soha se látott olyat. Szinte bántotta, hogy csalódott. Olyan szép lenne az, ha az Istenke gyújtott volna lámpát annak a jó embernek, aki ezt a nagy kertet a városnak ajándékozta. Mutassa csak! Juranics odaadta neki, de a kislány megijedt tőle és elcsapta. Enny, Anna kisasszony, incselkedett vele Juranics, hát maga így bánik az én bogaraimmal. Most már csak ugyan nem adom vissza a gyűrűjét. Ugyan adja vissza. Adja vissza maga is az én bogaramat. Várja meg, míg egy másikat találok. Maga is várja meg, míg egy másik gyűrűt hozok érte. Ezen a témán folyt sok együgyű beszéd, de szebb volt az a világ legnagyobb bölcseinek a vitatkozásánál, és a kigyúló csillagok az égen hamiskásan hunyorgattak hozzá. Mondanom se kell, tán, hogy Zrínyi egészen másképp és másról beszélgetett Bobornéval, ezzel a ravasz kívánatos asszonnyal, aki ugyancsak meg nem ijedt volna a Szent János bogártól. De úgy tetszett Zrínyinek egyébtől sem, és igen közömbösen vette volna a hunyorgató csillagokat. A göncöl szekéren végre is nem lehet kucsírozni, és a fias tyúkot se lehet feladni az asztalra. Tehát ahogy volt, úgy volt, tilos a magánbecsületet érinteni. A szép vasárnap délutánnak egyszer csak mégis vége szakadt. Visszakocsisztak Rózerékhez, ott Zrínyi elbúcsúzott, és egy revans ebédre hívta meg Rózeréket a kaszinóba. Majd, mintha csak ötletszerűleg történnék, hogy éppen megpillantott a Bobort, odaszólt hozzá. Nagyon megtisztelne ezredes, ha ön se vetne meg egy régi világból származó katonát. Az ezredes hajlongott és mosolygott. Rettenetes volt, ha mosolygott. Tartom szerencsémnek! Pattogta vezénylő hangon, mintha egy szakasz előtt kiáltaná ki. A reváns ebéd is nagyszerű volt, és mikor Rózerék a kitűzött napon a kaszinóba hajtattak, Krisztina asszony szíve repesett, és kétszeres sebességgel dobogott. Ki hitte volna, János, hogy mi valaha itt ebédelünk? De Rózer úr már akkor nyakig benne volt a nagyzási hóborban, ő már nem is csodálkozott. A világnak forognia kell, Krisztina, az ördögbe is forognia kell, és ami a harukkerekkel megtörtént, az megeshetik a Rózerekkel is. Az ezredeség szintén ott voltak, de ez nem ment olyan símán. Az ezredesnek új waffenrokra volt szüksége, és következőképp új kölcsönre. Segíts ki a zavarból, Rózer, ha már belehoztál ilyen slamasztikába. Kötelességed, Rózer, becsületbeli kötelességed, úriemberhez való eljárás. A millió
a jó pezsgő, a hangulat, ami a fényes helyen elömlött, a szolgák alázatos arca, meggörnyedt tartása, a szőnyegek színe, a tányérok cirádái, a rokokó székek és dívánok, és minden egyéb úgy felvillanyozta Bobort, hogy a végén mágnásnak képzelte magát, és ő is meghívta a társaságot egy ebédre, szerény házához, amire ilyetten esett ki a Rózer úr kezéből a villa, és a fejét csóválta. Ugyan Károly, Károly, az ezredes dübe jött. Engem akarsz te dirigelni? Mardizom adta. Ne izélj, Rózer, mert megharagszom. Hát nem azt tehetem én, amit akarok? Hát nincs Magyarországon szabadság? Mardizom adta. Rózer úr elhallgatott, és a Boborféle ebéd is elkövetkezett az idők rendjén, persze megint egy kölcsön útján. De mindez hasznos befektetés volt, mert minden ebéd új ebédeket kölykezett, és minden új ebéd új látogatásokat tett szükségessé. Úgyhogy mire bekövetkezett a tél, az e fejezetben bemutatott személyek utcolván nélkülözhetetlenekké váltak egymásra nézve. Zrínyi az estéit többnyire az ezredeséknél töltötte, néha a színházba mentek együtt, s a városnegyedben különös gyanú keletkezett az utcabeli boltokban, ahová az öreg ezredes betévet vásárolni egyet-mást. A kereskedő segédek mindig összemosolyogtak a háta mögött, és amikor az utcán végigment ingatag, de mégis peckes lépteivel vihogva mondták, ott megy az öreg agancsos. Maga az ezredes azonban, ha valahol célzást ejtettek a Zrínyi sűrű látogatására, és pajzánul hozzátették, jó lesz vigyázni a szép asszonyra, ó, bester úr, ravaszul mosolyogott befelé, és így szólt. Ostobaság, partizamatta, két vén katona húz egymáshoz, Bobor Károly és gróf Zrínyi Miklós, két vén katona, ez az egész. A vénkatona még tud vigyázni, mordizomatta, tud vigyázni. De a vénkatona nem tud már ostromolni. Na és itt van a kutya eltemetve. Az egyik vénkatona azt csinálja, amit tud, és itt a saját mellére ütött. A másik vénkatona azt csinálja, amit nem tud, és ez az egész. Tényleg nagyon vigyázott az öreg. Az ezredesnél soha se lehetett egyedül találni, és igen nehéz volt vele egy-egy bizalmas szót váltani. Éppen ez ingerelte talán Zrínyit, és szította lángá a kicsiny szikrát. Még a legjobban mulathatott az asszonnyal, ahol esetleg mások foglalták el a férjét idegen helyeken, Rózeréknál, vagy saját magánál, mert a bank megvásárolván a Rózerféle Nádor utcai palotát a tél elején odaköltözött Zrínyi, és ott igazán fejedelmi háztartást vitt. Radován diák volt betanítva, hogy az ezredest kezelje. Rendesen disputált vele, vagy itatta. Ezt a két mulatságot kedvelte legjobban. Farsang után még egyel szaporodtak az intim házak, ahová mindnyájan bejártak. Sőt, az ezredesné ott néha egyedül is megjelent. Ugyanis Juranics Lőrinc tett szert külön háztartásra. Advent első vasárnapján megkérte a Rózer Anna kezét, és nem kapott kosarat. Nagy fénnyel tartották meg az esküvőt a farsangon. Zrínyi volt a násznagy, Boborné a nászasszony, és az egész őrség ott táncolt a lakodalmon, mert hivatalosak lévén összesereglettek a vidám napra az ország minden részéből. Még Alapi Gáspár uram is olyan kedvre szottyant, hogy amit még életében nem tett, egy csárdást aprózott el Rózer mamával. Patacsics pedig len úgy hajnaltáján csupa duhajkodásból a foga közé vette a cigány prímást a nadrág szíjánál fogva, úgy kellett muzsikálni a nyavajásnak, mi alatt ő Kinizsi Pál uram módjára táncolt és bokázott vele a nótáján.